Az implantológiai konferencia keretében egy új eszköz kerül bemutatásra, aminek az elmélet és gyakorlati részével foglalkozunk, ez pedig a mágneses kalapács, vagy más néven, Magnetic Mallet, amely tulajdonképpen a kézi oszteotómok, a csont hasításra, csont megmunkálásra használatos eszközöknek egy modern komputerizált változata, rendkívül sok segítséget nyújt a fogászati, szájsebészeti implantológiai munkában, különösen a kis csontkínálattal rendelkező páciensek esetén tudunk olyan implantátum ágyat kialakítani ezzel a apró ütésekkel dolgozó kalapáccsal, amely a csont megőrzésével, annak a minimális csontállománynak a megőrzésével, mint egy képes kihajlítani, mint egy borítékot, amit kihajlítunk, kihajlítja a csont és ebben nagyon óvatosan el lehet helyezni az implantátumokat. Ezzel a mágneses kalapáccsal most már elég sok tapasztalat halmozódott fel, ezt a tapasztalatot szeretnénk összegezni, bemutatni részben az elméleti, részben pedig a gyakorlati oldalát a mindennapi implantológiában dolgozó szakembereknek. Úgy gondolom ezzel az újdonsággal, amely az egész világon egy-két éve működik, Magyarországon az elsőként tudtunk egy olyan új eszközhöz hozzájutni, amit mindenkinek jó szívvel ajánlhatok.